A támogatott egy hármas támogatási konstrukciónak a nyitó konferenciáján vagyunk, és rögtön szeretném felkérni Gulyás-Mirokot, Kovács Erzsébet főosztályvezető asszony, bocsánat, a közigazgatási és igazságügyi minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárság gyermekügyi és területi főosztályának a vezetőjét. Köszönöm. Kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit, mind a magam, mind a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár Balogh Zoltán nevében, és az a tisztán, hogy egy rövid mondandóval köszöntsem a résztvevőket. Én azt gondoltam, hogy ez egy olyan köszöntő lenne, ami információkat tartalmazna a szép szavakon kívül, ezzel is kihasználva egyrészt az időt, másrészt pedig a lehetőséget arra, hogy az államtitkárságunk tevékenységéről egy kicsit tájékoztassam a jelenlévőket, mert ugye ez nem egy nagyon nagy múltra visszatekintő államtitkárság, hisz tavaly jött létre, ezért talán nem haszontalan, hogyha néhány dolgot elmondok, hogy mivel is foglalkozunk. Az államtitkárságunknak az elsődleges feladata a társadalmi felzárkózást érintő kormányzati koordinációnak a biztosítása a kormányzaton belül, illetve bizonyos Európai Uniós forrásból, illetve bizonyos hazai forrásból finanszírozott vagy finanszírozandó programoknak a megtervezése, amelyek természetesen mind a társadalmi felzárkózást szolgálják. A legfrissebb, hogy úgy mondjam, eredménye az államtitkárságunknak a kormány által tegnap elfogadott nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia, amely egy 2020-ig szóló stratégia, és amelynek részletes és meglehetősen hosszú, több mint másfél hónapig tartó társadalmi vitája volt. A stratégia összhangban van egyrészt az Európai Uniónak a 2020-ig kidolgozott stratégiájával, illetve épít ez a stratégia a Legyen jobb a gyerekeknek országgyűlési határozattal elfogadott a gyerekek esélyteremtését szolgáló stratégiával, amelyet 2007-ben fogadott el az országgyűlés, illetve a roma integráció évtizede program tervezetére is. A legfontosabb ismérveként talán azt emelném ki a stratégiának, hogy ez egy integrált stratégia, amely tehát megpróbálja a társadalmi felzárkózás minden vetületét, minden célcsoportját számba venni, és egy stratégia keretén belül megpróbálni egyrészt egy helyzetképet felvázolni, másrészt ennek a helyzetképnek, probléma térképnek az alapján egy célrendszert felvázolni, illetve a beavatkozási területeket megjelölni, és a stratégiához egy cselekvési terv is, egy 2014-ig szóló cselekvési terv is kapcsolódik, amelyet a kormány tegnap a stratégiával együtt fogadott el, és amely kormányhatározat formájában fog megjelenni. És ez a cselekvési terv tartalmazza a társadalmi felzárkózást érintő legfontosabb beavatkozási területeket, vagy célterületeket, így a gyermekek jólétének a kérdését, az oktatás területét, a foglalkoztatást, az egészségügyet, a lakhatás kérdéseit, és megpróbál komplex módon ágazatközi megközelítéssel meghatározni feladatokat, felelősöket és a forrásokat is megjelöli. Tehát mindenkinek ajánlom a figyelmébe. A kormányzati portálon már fent van maga a stratégia is, illetve a cselekvési terv is, ami tehát egy kormányhatározat formájában is meg fog jelenni. Ezen túlmenően, ahogy már említettem,
az államtitkárság feladata a társadalmi felzárkózást érintő számos európai uniós forrással kapcsolatos programnak a tervezése, és ezeknek egy része kifejezetten a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre fókuszál, de ebbe a körbe tartozik, tehát az államtitkárságunk felelősségi körébe tartoznak például az iskolai felzárkóztatási, iskolai esélyegyelőséget szolgáló programok. Ezek részben uniós forrásból, talán biztosan vannak itt többen, akik tudják, hogy a TANOP-on belül, az úgynevezett hármas prioritáson belül vannak ilyen programok, mint például a TANODA program, meg a második esély típusú programok, illetve ezeknek aztán van egy kifejezetten a hátrányos helyzetű térségekre célzó változata egy elkülönített forrással. Aztán vannak kifejezetten a hátrányos helyzetű munkavállalókat, köztük a romákat célzó foglalkoztatási programok, lakhatási programok, telepprogram, komplex telepprogram, illetve hát nem utolsó sorban úgynevezett gyerekesély programok. A gyerekesély programok közül mindenképp kiemelném a TANOP 5-2-1-es kiemelt projektet, amelynek az a feladata, hogy egy másik TANOP programot, némileg hasonló a konstrukció ehhez a programhoz, aminek a nyitókonferenciáján most jelen vagyunk, nevezetesen, hogy van egy a kistérségek gyerekesség programjának az elkészítését segítő módszertani háttér, ez a kiemelt projekt, amelynek a Vekerle alapkezelő, a konzorcium vezetője és konzorciumi partnere a Magyar Tudományos Akadémia, illetve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ilyen program már 5 kistérségben el is indult, tehát ezek komplex kistérségi gyerekesélyprogramok. További 6 kistérség most nyújtja be a pályázatát, és a terveink szerint még további 18 kistérségben, vagy 15 kistérségben fog még elindulni ilyen program. Mindezekből, amit eddig felsoroltam, is látszik, azt hiszem az, hogy hihetetlenül nagy felelősség és nagyon komoly feladat az, hogy a különböző forrásokból nagyjából azonos problématerületre, nagyjából azonos célcsoportra, nagyjából azonos területre, konkrétan településekre, vagy legalábbis azonos kistérségekre célzott programoknak az összehangolása már a tervezés szintjén és a végrehajtás szintjén is megvalósuljon. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy egymást erősítő programok legyenek, hogy ne legyenek párhuzamosságok, tehát mindenképp fontos, hogy például ez a program akár az iskolai esélyteremtő programokkal, amiknek szintén van egyébként egy kiemelt projektje, aminek szintén a Vekerle alapkezelő a gazdája, vagy a TANOP 5-2-1 kiemelt projekt konzorciumi partnerei együtt gondolkozzanak, átbeszéljék a saját maguk által kísért, folyamat támogatott programokat, és hogy a végrehajtás szintjén pedig, hogy az azonos terepen mozgók tudjanak egymásról, beszéljenek egymással, és próbálják összekapcsolni és felerősíteni ezeknek a programoknak a hatásait. Amit még el szeretnék mondani, annyi, hogy ennek a stratégiának, amit a kormány elfogadott, ugye Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia a neve, és az államtitkárságunkat is így hívják, mint hogy Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság. Amivel azt is mindenképp szerettük volna kifejezni, hogy a társadalmi felzárkózással kapcsolatos közpolitikai gondolkodásunknak az egyik alapja a
az érintetteknek, a célcsoportnak, magának az aktivitása, a személyes felelősség vállalása és ennek az aktivitásnak az erősítése. Én röviden ennyit szerettem volna elmondani, illetve még borzasztó sok mindenről beszélnék szívesen, hogyha nem egy köszöntőre lennék felkérve, de miután erre vagyok, azt gondolom, hogy nem illik ennél hosszabban beszélnem. Viszont azt engedjék meg, hogy így advent idején egy Kányádi Sándor verset osszak meg önökkel, ami azt gondolom, hogy a témához is, meg az adventhez is abszolút kapcsolódik. Az a címe, hogy Isten háta mögött. Üres az istálló, s a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három királyok. Sok dolga van a teremtőnek, mindenkivel ősen törődhet. Messzi a csillag, minden üvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon liderektet. Előrelátó vagy, de mégis, nézz Uram a hátad mögé is, ott is lakoznak, s örülnének a mosolyodnak. Köszönöm.